Köszöntöm a stúdiónkban dr. Szente Kálmán Solymár polgármesterét, és hát vágjunk is bele az őszi interjúnkba. Ugye itt a nyár őszeleje folyamán jó néhány út elkészült, vagy éppen készülőben van, erről egy kis körképet, ha adna a nézőknek. Úgy van, az idén nagyon komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, és nagy részét ezeknek saját erőből. A legnagyobb beruházásunk az idén az Ásvány utca megépítése volt. Az Ásvány utca közel 500 méter hosszan vízelvezetéssel részben, ahol megoldható volt járdával, került kialakításra, ez olyan 120 millió forint körüli összegbe került. Ezen kívül végeztünk kisebb-nagyobb felújításokat, építéseket. Ezekben a napokban fejeződik be az Árok utca, Ág utca teljes burkolatcseréje. Erre egy hazai forrású pályázatot nyertünk, tehát 15 millió forint pályázati támogatással valósítottuk meg ezt a munkát. Építettünk a Vasút utcán egy járdát, egyelőre csak a Sport utcai első bekötő szakaszig, ezt a Solymári Település Üzemeltetési Kft. Építette meg. A tulajdonjogok rendezése után, illetve a további tervezés után majd szeretnénk ezt egészen a Valkóházig, tehát a vasútállomásig befejezni, de ezen kívül voltak még különböző kisebb-nagyobb felújítások, javítások, úgyhogy ezek is folyamatosan mennek tulajdonképpen most is. A legnagyobb beruházásunk, ami pályázati pénzből készül el, az a három lámpás gyalogátkelő megépítése a főútjainkon, tehát a Mátyás Király utcán, illetve a Tersánszky utcán. Ezek a munkálatok ezekben a percekben is folynak, biztos látták a nézők, hogy fel vannak több helyen túrva az utak, és ez okoz egy kis forgalmi problémát is. De ha elkészülnek valószínűleg december elejére, akkor a Györgyhegy utca torkolatánál, a Mátyás Király utcán, a posta előtti részen, illetve a PEMÜ előtt, annál egy kicsit lejjebb, a mostani zebránál, mint egy 20-30 méterrel lejjebb szintén lesz egy gyalogátkelője, és mind a három az fényjelző készülékkel védett lesz, tehát lámpás átkelők lesznek. Szintén útépítés, de ugye nem közvetlenül érintette Solymárt a Vörösváron zajló 10-es út beruházás, de hát azért mégis szükség volt némi együttműködésre. Hogyan vészelt át Solymár ezt a két hetet körülbelül? Meglepően jól egyébként, bár nagyon tartottunk tőle, hogy ugye a forgalom Pilisszent Ivánra, illetve Solymára fog terelődni. Hatékony volt az a munka, amit végeztünk, ugye Pilisvörösváron a magyar közút szakembereivel, a rendőrség vezetőivel, illetve az érintett polgármesterekkel és műszaki szakemberekkel átbeszéltük, hogy mit tegyünk. Fontos volt a nagyon jó kommunikáció, a tájékoztatás, hogy itt most komoly torlódások várhatók, ez egy nagyon nagy volumenű útfelújítási munka, és ennek köszönhetően, ha meg is nőtt a forgalom, de kezelhetetlen nem volt. A három település összefogott, vezényeltük egymáshoz a forgalom irányító személyzetet is, tehát közterületfelügyelőket, polgárőrök segítségét igénybe vettük, úgyhogy sikerült kezelni ezt a helyzetet. Az is látszott a beszámolók szerint, hogy nagyon sokan választották a tömegközlekedést inkább a biztonság kedvére, ennek megfelelően viszont a vonatokon a jelzések szerint nagyon komoly zsúfoltság keletkezett, de hát most már túl vagyunk rajta, és szerencsére minden rendben történt. Még mindig felújítás, de most már az utakról áttérünk a játszóterekre. Ugye amikor utoljára beszéltünk interjú formájában, akkor tervben volt a játszótereknek a felújítása, fejlesztés. Ez most hogy áll? A Széchenyi Park játszóterét, tehát a Takarik Szövetkezetnél levő játszóteret, annak az átadása, a játszóeszközök átadása az pont a mai napon történt meg, tehát átvettük a játszóteret. Még nem nyitottuk meg, erre valószínűleg hétfőn vagy kedden kerül sor, ugyanis a játszótereket ilyen esetben még a hatósággal is ellenőriztetni kell, és egy hatósági engedélyt kell kapnia, mert olyan mértékű játszóeszköz csere történt, tehát ugye két játszóelemet teljesen felújítottak, új ütéscsillapító réteggel láttak el, készült egy új mászóka, egy kis házikó, illetve egy új hinta, egy olyan hinta, ami kisebb gyerekeknek alkalmas, tehát ilyen bölcsőülőkés hinta, és
Most, hogy a projekt befejeződött, már csak a tereprendezési munkák vannak hátra, valószínűleg ma, holnap és esetleg hétfőn az összes földet elszállítják, rendezik a terepet, és akkor már megnyitható lesz. Tehát a jövő héten már meg tudjuk nyitni a közönségnek a játszóteret. És ha már a gyerekeknél tartunk, egy kicsit más irányba kanyarodjunk, de maradunk a gyerekeknél. Kisiskola, az iskola felújítás, ugye hát ez régi terv, régi vágy, mit tudhatunk most róla? Igen, ez körülbelül olyan lassan itt az életünkben, mint annak idején volt az ürömi körforgalom, ugye amire ma már szinte senki nem emlékszik, hogy ott valamikor egy borzasztó lámpás kereszteződés volt. Az ürömi körforgalomra is sokan azt mondták, hogy na ez sosem fog megvalósulni, meg az én életemben már nem, stb. Nos, hát ugye ez is egy nagyon régi projekt, hiszen a tervezési folyamatot azt már 2014-15-ben megkezdte az önkormányzat, elkészítettük a terveket, engedélyeztettük, tényleg kiviteli szinten elkészültek a tervek. Időközben azonban megváltoztak a szabványok, és az állam, a beruházó, a Nemzeti Sportközpontok az egészet át kellett, hogy terveztesse a gépészet, főleg a gépészeti megszigetelés elemeket a megváltozott szabályok miatt. Néhány hete tudtuk meg, hogy beadták az építési engedélyt, és talán tegnap vagy tegnap előtt értesített az illetékes kormányhivatal, hogy megkapta az épület az építési engedélyt. Innentől kezdve tulajdonképpen az építkezés megkezdhető. Kérdés, hogy ugye a közbeszerzés hogy fog lezajlani, mi lesz az egésznek a menete, de az egy viszonylag pozitív hír, hogy már mind az iskolát, mind bennünket is megkerestek, hogy hova lehet elhelyezni a gyerekeket ugye az építkezés idejére, hova tudjuk áttelepíteni az osztályokat. Nekünk külön lesz egy logisztikai feladatunk, hogy az étkezést hogy szervezzük meg, hisz az elbontásra kerülő épület részben van jelenleg a tálalókonyha és az étkező helység, tehát ezt majd meg kell szerveznünk. Valószínűleg egyedi adagos étkezéssel, vagy valamilyen módon meg kell szerveznünk a gyermekek étkeztetését, mert azért ezt az épületet megvalósítani az azért legalább egy év, még akkor is, hogyha nagyon gyorsan haladnak, és hát aki valaha épített már valamit, az tudja, hogy mindig fellépnek közben olyan problémák, amik megakasztják a folyamatokat. Te említette, hogy az is logisztikát igényel majd a gyerekek elhelyezésére. Erre milyen tervek vannak, vagy hova lehet ennyi gyereket elhelyezni ennyi időre? Bocsánat. Eredetileg, mikor az egész projektet megterveztük, akkor már gondoltunk erre, tehát tárgyaltunk az akkori plébánossal, hogy ugye a plébániában van egy nagy és egy kisebb tanterem, a művelődési házban is van két vagy három olyan terem, amit lehet tanteremként használni tanórákra, és hát természetesen ugye a főiskola épületben, a nagyiskola épületben a felső szinten vannak a művészeti termek, amelyeket zömmel délután használnak, tehát néhány osztály oda is elhelyezhető. Itt majd az illetékes szakembereknek össze kell ülni, hogy milyen korosztályt célszerű áttelepíteni, tehát kik lesznek azok, akik a nagyiskolában lesznek, kik lesznek azok, akik adott esetben a művődési házban, vagy más külső helyszíneken lesznek. De én bízom benne, ez lenne a legkisebb probléma, tehát ezt valószínűleg meg lehet oldani. A nagyobb probléma az, hogy ez a beruházás megvalósuljon, ugyanis hát az eredeti beárazásnak lassan szerintem a kétszeresére lehet csak megépíteni, hisz azóta eltelt 7 év, és az építőanyag árakról tudjuk, hogy milyen magasak, illetve az építési munkák árai. Akkor, hogyha jól értem, akkor most a következő lépés a közbeszerzés kiírása lesz? Így van. A Nemzeti Sportközpontok, a beruházó fogja kiírni a közbeszerzési eljárást, és a közbeszerzési eljárás sikeres lezajlása után kezdheti meg a kivitelező, de ez nem önkormányzatunk hatásköre, tehát nekünk ebben a kérdésben csak annyi hatáskörünk van, hogy mi vagyunk ugye a tulajdonosok, tehát mint tulajdonos hozzájárulást kell adnunk az eljárásokhoz. Ennyi. Hát akkor reméljük, hogy hamarosan jó hírekről számolhatunk majd be ezzel kapcsolatban. Mi a helyzet a főzőkonyhával? Ott egy szintén pályázati támogatásról van szó. Kiírtuk a közbeszerzést, a képviselőtestet döntött a közbeszerzés kiírásáról, most majd megjelenik a hirdetmény, jönnek a pályázók, majd a képviselőtestet döntést fog hozni, hogy ki nyeri el a közbeszerzést. És akkor elkezdődhet a jogerős lezárulása után az építkezés.
Én bízom benne, hogy a nyára ez lezajlik és üzembe helyezhető, és szeptembertől már működni fog a főzőkonyha. Hangsúlyozom, hogy ez a főzőkonyha ugye az óvodai étkeztetés kiszolgálására lett megtervezve, erről is szólt a pályázat, de hosszú távon úgy álmodtuk meg az épületet, hogy bővíthető legyen, mert szeretnénk, hogyha egyszer egész Solymár étkeztetését, tehát az iskolai, szociális étkezés, ezeket mind-mind be tudjuk vonni a projektbe, és akkor gyakorlatilag helyben tudjuk főzni az ételeket a gyermekeinknek. És most egy kicsit más téma, ugye, ha jól tudom, akkor polgármester úr is részt vett az agglomerációs kerékpárút, takról szóló egyeztetésekben. Ezekről mit lehet tudni? Mennyire fogja ez érinteni Solymárt a tervek szerint? Mikor? Mi várható? Így van. Ugye Solymárt ez két oldalról is érinti. Az egyik a Bécsi úttal párhuzamos, tehát a Pilisi medencében haladó kerékpárút. Ennek a tervezéséről még annak idején a pandémia alatt elektronikus egyeztetések voltak, videokonferenciák, ahol az illetékes szakemberek, a polgármesterek vettek részt. Elkészítettük a nyomvonalakat, méghozzá úgy, hogy a Magyar Közút kapta a megbízást, hogy tervezze meg a lehetséges útvonalakat. Mi ezt véleményeztük, rajzokat készítettünk, javaslókotokat tettünk, és az egész ez így csomagban kialakult, hogy most már nagyjából lehet tudni, hogy milyen útvonalakon fog menni az a kerékpárút, ami Óbudát összeköti Pilisvörösvárral, majd egyszer majd talán Doroggal is, tehát egy egész hosszú távú kerékpárút lesz. Mivel most már úgy tűnik, hogy a nyomvonalakat sikerült leegyeztetni, kezdődhet a tervezés, tehát valószínűleg ez is már folyik benne, a közlekedési szakemberek dolgoznak ezen a problémán. Tehát ez az Óbuda-Solymár közti kerékpárútrendszer. A másik oldal, a budai oldalon, ugye ott nagyon komoly szinterep és egyéb problémák vannak, de ott is folynak ilyen egyeztetések és javaslatok, ezekre is megtettük az elektronikus felületeken a saját javaslatainkat. A lényeg az, hogy mi igyekszünk minden ilyen fejlesztést támogatni. Most ugye az állami akarat az egyértelműen azt mutatja, hogy minél több kerékpár utat építsenek. Budakeszin készül a kerékpárút, aki arra jár, látja, hogy ott már elindult a munka. Nagykovácsin már át is adták ugye a kerékpárutat, és tulajdonképpen ez a budai régió, ez lesz összekötve a balatoni kerékpárút rendszerrel, ami meg különböző szakaszokba épül, de már ott Balaton akaratja környékén, tehát Székesfehérvártól délre is már van, ahol szakaszok vannak szinte készen, tehát haladnak ezek a munkák. Nagyon jó átgondolt koncepciónak tűnik, hogy egy egész komplett hálózatban gondolkoznak a tervezők, tehát bízunk benne, hogy itt a budai hegyek környékén is meg fogják találni azokat a műszaki megoldásokat, hogy itt összeköthetők legyenek kerékpárúttal a települések. Hát reméljük, hogy ez hamarosan meg is valósul, és pár éven belül körbe-körbe biciklizhetünk itt. Ugye már jó néhány pályázatot említettünk idáig, ki is fejtettük. A kérdésem az lenne, hogy ebben az évben, ugye már nem sok van ebből az évből, milyen fejlesztési, beruházási, vagy akár pályázati tervek vannak? Vannak-e még idénre egyáltalán ilyen, vagy már csak jövőre? Hát most már ugye közeledik a tél, tehát építkezni egyre nehezebb lenne, vagy bármit megépíteni, de vannak kisebb-nagyobb pályázatok, tehát ugye említettem már az egyik interjúban, hogy tavaly adtunk be egy pályázatot a múzeum tároló részeinek a fejlesztésére, ez nyert, már el is számoltuk, tehát ez megvalósult. Most van egy másik pályázat, amit elnyertünk a múzeum tárgyainak restaurálására. Van egy harmadik pályázat, ami határon túli együttműködési programokra nyertünk el, és vendégül látjuk a csíkpálfalvai delegációt október végén, kifejezetten a katasztrófavédelmi és az oktatási együttműködésre hegyeztük ki ezt a pályázatot, tehát pedagógus szakemberek, az iskolaigazgató, óvónők, illetve a helyi tűzoltó kollégák fognak meglátogatni bennünket, és ők fognak a mi tűzoltóinkkal, illetve a mi óvodapedagógusainkkal szakmai napokat tartani.
És hogyha már itt a közösségi életet is említette, ugye hát terv a plébánia udvarán lévő közösségi tér, ezzel mi most a helyzet? Nagyon jól állunk, ha nem lett volna most ez a jó pár napos esős idő, amikor kiadós csapadék érkezett, akkor még előbbre is lennénk, de egy-két héten belül ez meg fog valósulni, a szintezés elkészült, a támfarendszer elkészült, a vízelvezető rendszer elkészült, most az alapágyazatot készítik el, ami után már csak burkolni kell térkővel a területet, és gyakorlatilag kész vagyunk. Az üzemeltetés megálmodta azokat a speciális befogó szerkezeteket, amire majd a sátrat rá lehet állítani, és tulajdonképpen ebbe a térben a teljes nagy sátrunkat, ami ugye 10x30 méter, be tudjuk állítani. És a sátrat azt majd a nagyobb rendezvények végén elbontjuk természetesen, de rendelkezésre fog állni a terület különböző rendezvényekre. Az első nagy rendezvényünk az november végén kezdődik, a szokásos jégpálya készül el, már ezen az új helyszínen fogjuk a jégpályát beüzemelni, és várhatóan január végéig, február elejéig, úgy ahogy az elmúlt években, kivéve a pandémia időszakát, ugye működött a jégpálya, és reméljük, hogy most is nagy örömére szolgál mindenkinek. Ugye még nincsen évvége, és talán még nem is látszik teljesen, de hát nyilván mindenhez pénz kell, hogy bármit csináljon az ember, főleg egy önkormányzatnak ez most nem árt, hogyha van elég pénz. Mit látnak az adóbevételekből? Idén látszik-e már valami, vagy inkább majd csak az év végén fog? Azt kell, hogy mondjam, meglepően jók. Tehát a számításaink szerint egy sokkal komolyabb visszaesésre számítottunk. Most a visszaesés helyett lehet, hogy még egyfajta növekedés is fellépett. Ilyenkor ugye a szeptember 15-i adóbefizetési határidő után szeptember végére készítik el a kimutatásokat, és már most bőven túl teljesült az időarányos bevétel. Ez azt jelenti, hogy év végére biztosan túl teljesülés lesz, tehát azt már meg tudom mondani, hogy a tervezett adóbevételhez képest biztonságosan több adó fog bejönni. Ez megalapozhatja majd a jövő évi beruházási terveinket is, mert jövőre is lesznek pályázataink, amihez adott esetben lehet, hogy önrészt kell biztosítani, szeretnénk a játszótereket felújítani, utakat felújítani, tehát feladat van bőven. Úgy tűnik, hogy már előre látjuk, hogy ennek nagyjából meg lesz a forrása, illetve várható, hogy beérkeznek ezek a pénzek. Ugye Solymáron, ha jól emlékszem, mindig december körül szokott lenni a közmeghallgatás, hát tavaly ugye sajátos módon volt, csak a Pilis TV kamerái előtt, és úgy jutott el a lakossághoz. Idén terveznek közmeghallgatást? Természetesen a képviselőtestület éves munkatervében ez benne van. Most egész pontosan nem tudom megmondani, melyik nap, de kb. December elején lesz a közmeghallgatás, ami abban az esetben, hogyha nem lépnek fel járványügyi korlátozások, akkor a szokásos rendben fog történni a polgármesteri hivatal nagy termében, tehát ott be tudok majd részletesen is számolni a fejlesztésekről, illetve a jövő évi tervekről. És akkor szokásosan a végére hagytam a rendezvényekről szóló kérdést. Idén milyen rendezvények várhatók még közeljövőben? Hát természetesen ugye a nemzeti ünnepünk október 23-a megünneplése október 22-én délután fog történni. Említettem már az előbb, hogy a jégpálya, mint egy talán legnagyobb rendezvényünk, legalábbis így időtávban a legnagyobb, az szintén meg fog történni, várhatóan olyan november 25-e körül nyitjuk meg majd a jégpályát. És hát ha nem lesz vírushelyzet, nem lesznek egyéb ilyen problémák, amik az elmúlt években felmerültek, akkor minden bizonnyal megszervezik a solymári civil csapatok, kórusok, például a szokásos adventi hangversenyt, úgyhogy reméljük, hogy nem tér vissza a járvány, és akkor minden olyan rendben fog történni, ahogy az elmúlt évtizedekben azt megszoktuk. Hát legyen így. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen.